adja hozzá a vizet, meg az lesz fölött. 7 fát ültettek el önkéntesek tegnap a családok átmeneti otthonának udvarán. Az intézmény ugyanis csatlakozott a 10 millió fa elnevezésű mozgalomhoz. A legfontosabb számunkra a klímánk, és az, hogy a jövő generációnak ugyanezt a levegőt biztosítsuk. Ugye ennyit tudunk segíteni, hogy fákat ültetünk. Itt a családok átmeneti otthonában nagyon sok gyermek van, és ugye őnekik fontos lesz ez, hogy árnyékot adjon meg minden másért, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy ide jöhettünk. Az udvaron egyebek mellett olyan fák kaptak helyet, mint a csavart fűz, a török mogyoró vagy a juhar. A közösségi faültetés mellett az intézmény nyitott délutára is várta az érdeklődőket. Ennek hagyománya volt régebben, minden évben megszervezték a nyitott délutánt. Nem mindig a CSÁO volt a helyszíne, hanem mi települtünk ki, akár a Kanizsa Centrumba, kézműves foglalkozás erejéig, és mellette ott volt az információs anyag, a plakát a családok átmeneti otthonáról, és ott nyújtottunk tájékoztatást azoknak, akik érdeklődtek az otthonról. Az esti órákban közös társasjátékot is szerveztek, melyen játékos formában mutatták be az otthonban élők mindennapjait.